Sziasztok, ez itt a Böge csatorné, Balázs vagyok, és a 29. részsel folytatjuk a Cities Skylines 2 Let's Play sorozatot ott, ahol legutóbb abba hagytuk. Ugye itt elkezdtem építeni egy... kitermelő helyet, nem is tudom, hogy micsodát. A lényeg, hogy ide akarok behozni vasutat. Még egyet. Mert itt már van egy, de behozok még egyet. Most az mennyire jó ötletem, úgyhogy itt a város közepén igazából, mind a két várostól ugyanolyan távolságra van egy ipari zóna. Az ugye a Let's Play sorozatban, amit a Twitch-en Let's Play-elek élőben, ott kicsit már más filozófia mentén gondolkoztam, és ott ugye az van, hogy hát egész egyszerűen nem így. Nem így vannak a dolgok, hanem ott egészen a térkép sarkába kiraktam az ipart. Itt most pedig most az ellentétét csinálom. Hát nem, talán nem titok, hogy nekem melyik a szimpatikusabb, de most ez lesz. Úgyhogy, itt vannak vezetékek, úgyhogy az nem jó. De ide akár le is jöhetne. Csak azt kéne megcsinálni, hogy ezt kell felupgrade-elni olyanra, ami zónázható. Ez egy kétszer két sávos, de itt kétszer három sávos út van, úgyhogy felem lehet kétszer három sávos is. Six lane road. Ez, itt még mehet ilyenre tovább, két szelvényen át, és aztán ide jön a vasút, és innen pedig lehet majd szétosztani a javakat. Na, akkor, tehát akkor a vasút ide jön. Ez a cargo train terminál. Jó irányba rakom le? Nem. Ide kell. Mert úgy fog bejönni. Igaz? Honnan jön be? Mindegy, lerakom, aztán max átrakjuk. Igen, abból az irányból jön be. Szuper. Viszont itt még egy szelvényt upgrade-elni kell, hogy hozzáférjenek az autók. Jó. Az egyetlen probléma az, hogy itt... Ja, itt van, lesz egy átkelő hely, de nem baj. Vagy egy sorompó. De nem baj, mert ez nem egy nagy forgalmú út, úgyhogy akár lehet is. És akkor ide kell bevezetnem, mert először is kibővítjük. Legyen kettő, mert szükség lesz kettőre. Úgyhogy ide kívülről nem fog bejönni termék, csak arra, abból a két bányából. Abból, meg van, lesz majd távolabb egy bánya. Úgyhogy akkor ide... Ez double train track? Ez nem double train track, de itt alakuljon el double train track-ké. Az a biztos. És hogy ennek valahogy úgy kell, hogy itt fel kell, oda kell bekötni, ugye előbb-utóbb. Tehát amúgy nem is muszáj, hogy itt átmenjen. Mert... Oké. Mert hogy... az is jó, hogy itt megyünk át. Csak az viszont biztos, hogy itt alatt ta kell áthúzni. Nem tudjuk felette. Ez kizárt dolog. Overlapping még így is. Akkor azonnal le kell menni a föld alá, amint itt kijövünk. Valószínűleg igen. Ez lesz a megoldás. Ez vissza, és akkor azonnal le a föld alá. Itt egy tízest, és utána még egy tízest. És onnan már amúgy jöhet is vissza akár. 10, vagyis itt marad a mínusz 20-on. És aztán pedig fel. És aztán mindegy, hogy hol jön fel. Annyi fontos, hogy oda azt kell belőnünk célnak. És majd ott lesz egy, ott meg valószínűleg felújáróval fogjuk megoldani. Az, hogy átmenjünk ezen a szakaszon. Az autópályán. Itt kicsit el kell kanyarodni, mert... nem akarunk neki menni ezeknek. Meg ezeknek sem, az áramnak sem. Jó, itt pedig felmegyünk. 10 az elég lesz? Nem biztos. De igen. Jó, cool. Oké. 10-zel áthozzuk. Like that. Na. Nem akarod? Én akarnám. És aztán pedig vissza le. Tökéletes. És akkor ez oda elviszi a... Gyakorlatilag ez csak azt a részt fogja ellátni. Remélem, hogy így működik, mert hogyha nem, akkor lesznek gondok. Innen hozza elméletileg a... nem is a követ, hanem a szenet, elhozza ide.
Hát erre nagyon kíváncsi vagyok, hogy ennyire okos-e ez a rendszer. A másik pedig majd itt, mondjuk innen fog becsatlakozni. Nyilván meg kell kerülnie, de az erről kerülheti a hegyet. És akkor viszont meg kell vennem ahhoz, azt hiszem itt van ebben a völgyben. Szóval ezt a részt itt mindenképpen meg kell vennem. És itt fogom elhozni a vasutat, azt mondom, hogy elég királyú fog kinézni szerintem. Annyi, hogy oda viszont ki kell vinni mindent is. És valahogy az utat is el kell ott vinni, mert be kell kötnünk ebbe. Kezdjük azzal, hogy ez itt mi amúgy? Groundwater Pumping Station, oké. Okay. Szóval kezdjük azzal, hogy ezt itt kibővítjük. És majd utána itt fogunk, hát az van, hogy nem mondod, hogy nem lehet bővíteni. Oké, okay, mindegy. Akkor itt csinálok egy kereszteződést, és akkor innen fog lejönni. Az van, hogy nem zónázhatóval akarnám én kivinni, hanem sima országúttal. Viszont akkor meg külön gecsolni kell a vízbekötéssel, meg a másik részével. Nem tetszik ez nekem. Meg az elektromos árammal, nem tetszik az nekem. Úgyhogy inkább akkor használjuk ezt a two-lane roadot. Mindegy. It's fine. És akkor ez itt szépen... Hát szépen, ez nem jött össze. Egyenre nem néz ki szépen. De hogyha megemelem... akkor sem lesz sokkal szebb. Ha valahogy így szeretném én vinni, és majd ennek a mentén fog haladni. Ez ugye egész jó így. Ennek a mentén fog haladni majd a vasút is. Szóval azért fontos ennek a kiépítettsége most. Itt pedig visszahozzuk le a talajra. És gondolom itt lehet a maga az épület. Attól függ, mi az alakja ennek a kitermelőhelynek. Hát nem túl nagy amúgy, de igen, ezzel le tudjuk itt fedni. Szóval nem meg ore mining fog, vagy itt pedig ore mining fog megvalósulni. Kicsit lejjebb. Nem, tudod mit lehet itt, mert így pont belefér az összes rész, ami számít. Azt már most látom az alakján, hogy az nem néz ki túl jól. Ott lakik valaki, vagy? Ott lakik valaki? Haver! Bocs! Nem tudtam, hogy te itt laksz. Most itt egy bánya lesz. Nem tudom, hogy érzel ezzel kapcsolatban. Megkerüljük a házadat. Természetesen. Ezen nem hújon. Remélem nem költözik el, mikor így... körbe rakom a házad bányával. Mi az, ami itt megy? Ja, ez csak a határ, hogy meddig lehet kihozni itt a bányát. Jó. Így. Nagyszerű. És hol kell ezt bezárni? Itt. Aha. Hát ez fantasztikus, csak nem működik. No car access to pedestrian access. Ja, mert megint nem rakta le. Ez a bug amúgy a kedvencem. Ez nem tudom miért van. De ez nagyon jó bug. Hogy egyszerűen nem, néha az épületet nem rakja le, amikor lerakod az épületet. Kifejezetten az ilyen típusúaknál. Szóval akkor még egyszer. Jó, hogy megrajzoltam, igaz? Hát ez ilyen biznisz. Jó, nem romboljuk le a házadat, csak nagyon közel építjük, hogy magadtól költözz el. Oké. Hú, azt úgy nagyon közel raktam most. Mit csinál ez? Semmit, jó. Na remélem most jó lesz, és most megmarad. Jó! Most megmaradt. Metal ore, nagyszerű. Ez fantasztikus. Hát nem neki. Csóresz. Old Mill Ruins. Oké, nem lakik senki. Ez csak... de ettől függetlenül szerintem ott lakik valaki. Mert egy lefelé tartott hüvelykujja jelezte, hogy ő nem örül annak, hogy ide raktuk ezt a dolgot. A másik probléma... Várjál, hogy rakok egyáltalán le ide ilyen vasutat? Mert nincsen olyan, hogy csak lerakhat, hanem rendesen egy cargo terminát ide kell raknom. Hát, elvileg ide fér. Elvileg. Vagy nem is húzzuk be ide, hanem akkor hozzák ide.
a teherautók. És innen menjen tovább. Na, erre kíváncsi vagyok, hogy ez működni fog. Annyi, hogy itt lehetne egy nagyobb utat megépíteni. Csak már ez is nagyon mélyen van, szóval valószínűleg nem fog menni. Át tudjuk ezen vajon e felett vinni? Nem, igaz? Nem, az sajnos mindig... Az akármilyen magasra rakom, az lekorlátozza. Tehát nem tudok felépíteni a bányának. Hát jó. Akkor itt a mindent is meg kell majd kerülni. Az azért egy eléggé nagy út. A föld alatt el tudnám vinni, az tény. Tehát innen indulok, és bemegyek a föld alá. Na, a föld alatt sem, vagy csak nem elég mi... Nem vittem elég milyen. Jó. Akkor itt be tudom vinni végül is. És akkor itt... pedig kijövünk. Too steep mindenhol. Mert nagyon mélyen vagyunk, és aztán ott elkezd emelkedni. Hát ide ki lehet hozni amúgy. És akkor ide rakok egy körforgalmat. Szerintem ez így nagyjából okés. Hát ezt kíváncsi vagyok, hogy fog-e működni. Egyáltalán lesz, aki ott kint fog dolgozni, mert... Úristen, mit történik itt? Jó ég! Szóval nem tudom, hogy fog-e itt bárki dolgozni. Jelenleg már dolgoznak 10. Nagyon jó. Hogy jutottok ide ki, az egy kiváló kérdés. Nem az, hogy nem az én problémám. De egyelőre nem tudok ezzel mit kezdeni. Úgyhogy egyelőre oldjátok meg. Storage upgrade-et... Azt hát kaphatnál, ha valahova elférne. Elfér, csak itt nagyon érdekesen fog kinézni valószínűleg, úgyhogy ha nem muszáj, akkor nem. Viszont nem kötöttem, vagy nem indítottam még el a járatot. Tehát te innen indulsz, és bejössz ide. És aztán pedig visszatérsz. Tehát neked csak ennyi a feladatod. Szuper kíváncsi vagyok, hogy ez itt most meg fogja csinálni azt, amit szeretnék. Tehát van elég okos a játék ahhoz, hogy onnan idehozza a cargo terminálba, amit ott megtermelnek, meg innen is oda vigye, és aztán onnan, a no vehicles, na ez mondjuk az én hibám valóban, szóval onnan átvigye ide. Azért no vehicles, mert nincsen depó a közelben. És tudunk áthozni, hát végül is tudunk hozni egyet messziről. Hol van itt a depó egyáltalán? Azt se tudom már, hova raktam le azt a rohadt depót, ahonnan a vonatok alapvetően érkeznek. Valahol itt volt, nem? Itt ez. Rail yard. Igen. 8/10. Az lesz a legjobb, hogy építek egy külön depót. Csak ennek. Vagy csak erre a részre. Az lehetne, hogy... A depó maga itt épül meg, és akkor max ellátjuk vele a többi részét is, hogyha szükség lesz rá, de mindenképpen egy külön épület kell hozzá. Rail yard. Hát igen. Ebbe kell bekötnünk majd eventuálisan. Vagy ide a rail yardot. Ja, legyen itt. Ez nem rail yard, bár annak álcázza magát, de nem az. Ez egy... ez jó lesz, nem? No track connection. Nem tudom, mi a különbség ezek között, meg ezek között. Ezekből kell vajon kihúzni? Valószínűleg igen. Aha. Ezt itt jól csináltam? Valószínűleg nem. Mert ez csak utazó forgalmat tud itt bonyolítani. Hanem ezt így kellett volna, hogy... Így. Igaz? Megmaradhat ez végül is, nem törlöm, de szerintem most ez így néz ki jól. És akkor viszont, hogyha ezt akarom, akkor pont rossz irányba áll. Csak jó irányba nem tud állni, mert ugye így vannak az utak. Akkor megkerüljük. Hát ezt csak így tudtam megoldani. És nem mondanám, hogy büszke vagyok erre a megoldásra, de egyszerűen nem tud bekanyarodni. Nyilván ezt nem erre találtak, hogy kanyarogjon. Ez itt jelentek, ez a teljesen fölösleges. Ezek a részek. Nem jó ez így őszintén szólva, de most ez így fog maradni, szóval... Ja, úgyis csak az kell, hogy kb. Egy vonat kijöjjön, meg egy vonat bemenjen. Ennyi. Mert ez utána itt rá is kanyarodik. Vagy rá is csatlakozik majd itt erre a...
vonalra, de csak azért, hogy elhozza neki a... De hogy lehet, hogy mindig too tight a curve? Ne idegesíts már. Jó, a legelején? Ki ott lehet végül is. Így. És akkor ez innentől kezdve ellátja a vasutat. Vagy hát ezt a részt vele. Itt vannak komoly gondok a lekanyarodással. Aztán most látom. Nem tudom ezzel mit lehetne kezdeni. Hát ő mindenképpen be akar majd oda kanyarodni. Szóval... Az így lesz. Nem tudom, ezt nem tudom jobban megoldani. Max annyit lehetne, hogy ezt kicsit beljebb vinni. És ide rakni egy körforgalmat, ami... Ami utána levezet ehhez a részhez. Hogy ők be tudjanak menni, tehát nem közvetlenül a főútról van. Az mondjuk lehet, csak most mindent ezt áthelyezni, az egy rémálom lesz. Csak egy picit kell beljebb rakni. Így. Meg akkor ezt is egy picit. Tehát, hogy most elég sok mindent módosítani kell így ehhez, hogy ez működjön. Tehát ezért vagyunk itt, nem? Le tudnám menni? Thank you. Jó, ez most már megvan. És akkor mondjuk rakunk egy körforgalmat. Hát sok helyre nem tudunk. Megnézzük, hova enged a játék. Hát csak ide enged. Ide is jó lenne, csak ezt meg emiatt nem tudjuk. Jaj, de hogy megépítettem. Fucking hell. Akkor ezt oké, arrébb kell helyezni. Csak nem tudjuk arrébb helyezni. Akkor ezt törlöm, meg törjük ezt az egészet is. Igazából sokat nem veszítünk vele, csak időt, amíg ez megépült. Illetve akkor azt is lehet, hogy ezt is lerakjuk egyel arrébb. Egy kicsit beljebb toljuk, hogy ne közvetlenül az úton legyen, hanem majd az egyik körforgalom erre, vissza a másik arra. Itt nem tudom hány autó fog jönni, jóval kevesebb. Mert ez csak a vonatnak a lerakata. De az a biztos, hogyha ez is inkább távolabb van az úttól. Mondjuk így. És akkor most már ide jöhet egy körforgalom. Egy nagy körforgalom. Ami aztán átvezet ezekhez az utakhoz. Amik... Two lane, legyen four lane. Utak. És ez ide kanyarodik be. Úgy, ugyanez itt is. Ami pedig ide kanyarodik be. Vagy hát megpróbál. Jó, ez nem néz ki szörnyen. És akkor már csak megint vissza kell kötni az a vonatot. Ez mi itt? Az mi ott? Ez miért van ott? Menj onnan. Köszi. És akkor ezt fogjuk bekötni végül is. Hogy van, itt most az rendben van. Jó, ezt fogjuk, igen, ezt fogjuk bekötni, ez volt bekötve az előbb is. Hát legyen kétszer kétsáv végül is. Na, csatlakozz rá, légy szíves! Ne idegesíts! Overlapping. Ja, mert mínusz 10-ben vagyok. Gosh darn. Nem baj, it's fine. Underground mode. Plup, plup, plup. Akkor a mínusz 10-et elfelejtjük. Csak itt lehet, hogy a helytétő miatt kell, vagy ez dom miatt lehet, hogy kell, de nem, nem kell. Jó lesz ez. Tehát rendesen talajszint. És akkor majd vágott magának egy utat a dombarát, hogyha akar. Aztán pedig itt becsatlakoztatjuk. Mi az ugyanaz? Ha. Akkor itt becsatlakoztatjuk, ezt meg lehet törölni a másikat. És persze a fák bánták ezt. Mert ott elég ritkítottunk miatta. De majd visszanőnek. Jó, itt is. Ja, az erdőt az kicsit bántottuk. Hogy itt meg kell ezt építeni, valószínűleg nem. Valószínűleg nincs szükség erre, ahogy ez, hogy ez be legyen kötve. Mert már most sem hisztizik miatta. Csak én így szerettem volna bekötni. Mondjuk így,
meg ezzel is, ezek így egyesülnek, és innen pedig két duplán jönnek át. Csak kb. Át kell vinni Ungonbergen, hogy ez tudjon vissza tudjon kanyarodni. Tudjátok. Jó, eddig amúgy jó. A rákanyarodásnál lehetnek problémák. Jó, figyelj, ha működik, akkor nem hülyeség. A vihar csinálsz te ott. Azt a kétszer egy sávot kell, vagy nem sávnak hívják itt, hanem vágánynak, szóval ezt a kétszer egy vágányt kell most ide ilyen szépen. Figyelj, így is jó végül is. Mert hogyha ezt fel tudnánk upgrade-elni. Ah, tökéletes. Jó, megcsináltuk. Most már elvileg van neked vonatod, nincs. No vehicles. I don't know what to tell you. Tehát én kiépítettem. Lehet az a baja, hogy nincsen ide bekötve. Ide nem jön ki. Mert azt is meg tudom oldani. Csak akkor kicsit vissza kell bontani megint az erdőt. Tehát, hogy itt akkor azt mondom neki, hogy kicsit gyere jobban ki. És aztán innen visszakanyarodni. Ez oké, okay, ez too tight. Ez jogos. Ezt én is gondoltam volna. Egyik irány. Másik irány. Most már jónak kell lennie. Yes! Megoldottuk! Hú, hát ez nem volt egyszerű, de elindult a tehervonat. És most már akkor tud itt a kettő között szállítani tehert. Elsősorban. Mit tárulunk itt? Timbert! Oké, ez nem az, amit keresünk. De majd hát, ha beindul, hogyha a keresett kínálat beáll, akkor talán be fog indulni. Vagy nem, ez is lehet. Nézzük akkor, hogy közben mi a helyzet a többi részén a városnak. Mit, miért van légszennyezés? Ah, erre fújja a szél az incineration plantet. Az gond. Az nagy gond, mert az tényleg az arra fújja. És ugye folyamatosan terjedni fog. Meg erősödik. Ezt lehet, hogy át kéne rakni máshova. Hát konkrétan nem is tudom, hova lehetne. Bár ez az ipartelep is elkezdte fenyegetni már az itt élőknek az egészségét. De ez itt abszolút rossz lesz. Tehát ez itt nem maradhat konkrétan. Ez addig fog itt növekedni a szennyezés, amíg van. Szóval ezt ki kéne valahova küldeni jó messzire. Ugye nézzük, hogy a szélirány itt például tökéletesen jó. Arra, hogy elfelé fújja a városból. Úgyhogy szerintem át kell költöztetni ezt az incineration plantet. Ide, vagy a másik lehetőség, hogy ide. Ahol van a vasút amúgy is. Most ezt átraknánk. Hát csak ugye ez... nem ideális. Maradjunk annyiban. Hol van az út? Hol az út? Ráadásul neked kell magas feszültség, jól látom? Hol van bekötve az út? Ott volt, láttam! Csak nem jelzi piktogrammal, de... vagy jelzi csak nagy... ott jelzi csak nagyon... nagyon láthatatlanul, nagyon sunyi mód. Szóval, ha ide raknám... sajnos itt a határon van, de talán be tudjuk ide pattintani. Ó, oh, nem tudjuk bepatintani, mert a másik oldala, oda meg az áram kéne. És igen, magas feszültségre van szükség. De azért, hogy csak az outputhoz kell a magas feszültség. Az lesz a legjobb, hogyha itt megveszem ezt a telket egyébként. Van most rengeteg pontom rá még mindig. Szóval ez oda jöhet, és akkor ide kihozunk csak egy utat. Vagyis hát már az út az itt van, csak meghosszabbítom odáig.
így kap mindent, amit nem kap, az a magas feszültség outputja. Magas feszültség legközelebb, hát az itt van, talán. Mintha itt menne el valahol magas feszültség, ugye ránézek. Ott, meg arra felé. Hát ahhoz, hogy eljussunk, ahhoz itt körbe kell menni a mindenen, ami nyilván mókás. Mert nyilván megcsináljuk, mert ez áramot termel, ha jól tudom. Nem azért kell behúzni, mert áramra van szüksége, hanem mert megtermeli az áramot. Itt viszont nem tudjuk átvinni, itt meg kell venni. Csak a vízen áthúzás az kicsit amúgy a... Azt nem a kedvencem a víz felett áthúzás, áthúzás. De oké. Okay. De kettőt is külön meg kell venni, de hát ez fantasztikus. Pont ahogy szeretem. Na jó. És akkor így már működik. Nem. Így. Tehát rendesen properly meg kell kerülni. Itt meg már úgy megy, ahogy akar. Ott rá kötjük, és meg is vagyunk. Az incineration plant-tel. Price increase in waste burning energy production capacity. Oké. Ugye 15 megawattot termel most ez. Garbage collection, azt szerintem mindenképpen kell. A much bigger fleet of garbage collection, mert itt most jó messzire el kell mennie. Ez pedig azt teszi lehetővé, hogy többet tároljunk, több szemetet. Ugye még egy tornyot dobjunk rá. Abból baj nincs. És akkor most elméletileg ez nem fogja szennyezni semmit, mert kifelé fújja a városból. Elfelé, arrafelé fújja. Konkrétan itt már a határa van az egész térképnek. Szóval a térkép határa felé fújja a szennyeződést. Itt pedig itt meg hamar meg fog szűnni. Vagyis nem meg fog szűnni, hanem át fog menni. Ez itt mennyire fölösleges? Ennyire. Jó. Tehát át fog szépen ez a felhő itt vonulni az egészen. Ez itt. És persze át fog menni, az egy rossz időszak lesz. De végül jó lesz mindenkinek minden. Jó, szerintem akkor ez így ennyi. Megoldottuk. Hát ez mindenképpen érdekes lett ez a rész itt. Az az érdekes, vagy az a kérdésem majd csak, hogy működik-e. Mert ha működik, akkor fantasztikus. Na most már megint látok egy hibát. Az, hogy túlságosan hamar van a lekanyarodása a kamionoknak. És ez, emiatt ez a rész itt beállhat, de... Miért nem itt hozzák be? Na mindegy, ez teljesen rendben van. Ha beáll, akkor beáll, majd erre visszatérünk. És akkor megnézzük, hogy mi a helyzet arra felé, mert mostanában nem jártunk arra. Egy pár rész óta. Lehet, hogy azóta kicsit alakultak a dolgok, és hát mindenre hatalmas igény van. Szóval most hát tényleg azt építünk, és oda is úgy, ahogy akarunk. Találkozunk legközelebb. Sziasztok!